Üdvözletem mindenkinek, Necrocrim vagyok, és hát szolgálhatok egy jó hírrel, legalábbis nekem jó hír, remélhetőleg nektek is jó hír lesz. Nos hát, úgy döntöttem, hogy legyen még egy közös Necrocrim nap, legyen ez évente, hogyha úgy adódik, de hozzunk össze akkor még egy ilyen közös napot, az időpontja pedig szeptember 1-e lenne, körülbelül két hetetek van hozzá, hogy eldöntsétek, hogy szeretnétek-e részt venni, avagy sem. Most viszont azért kicsit csavarunk a dolgon. Úgy döntöttem, hogy ti fogjátok megválasztani, hogy mely játékkal játszunk. Call of Duty-ról lesz szó, szóval fönnáll a COD 4, MV2, MV3, Black Ops és Black Ops 2 is. Szóval ezek mind szóba jöhetnek. Kodrénről annyit, hogy nem tudom, hogy lesz-e szerver, de ha nem, akkor majd megszállunk egyet, szóval emiatt nem aggódok, úgyhogy no para. Szóval még egyszer mondom, szeptember 1-én lesz egy közös játék, a TS szerver még mindig fönnáll, ott fogom hagyni az IP címet, föl lehet jönni, és ott lehet közösen együtt fogjuk megbeszélni a dolgokat, mint hogy legyen, mert hogy hát ugye, hogyha az MV2, MV3, Black Ops 2, Black Ops 1-et választjátok, akkor a Steamen meg kell oldani a különböző kapcsolatfelvételeket, és azt, hogy mindenki tudjon játékhoz jutni, úgyhogy COD 4, hát hogyha megszólunk egy szervert, akkor is azért fönn kell tartsunk valamilyen szinten egy pálya rotációt. Nos, nagyon-nagyon nincs is mit elmondani hozzá, azt kell mondjam, hogy van két hetetek arra, hogy ha netán Black Ops-ra kerül a választás, csináljuk úgy, hogy van 5 napotok arra, hogy szavazzatok, hogy mely játékot szeretnétek, szavazni lehet itt YouTube-on, illetve a Facebook oldalamon is üzenetben lehet szavazni, úgyhogy ott hagytok egy üzenetet Facebookon, illetve itt YouTube-on is küldötök üzenetet, és akkor összeszámolom, hogy hány szavazat mely játékokra jött, és az a játék lesz. Tehát 5 napotok van arra, hogy megszavazzátok, hogy mely játékkal szeretnétek játszani, aztán a további megmaradt napokon pedig, hogyha Black Ops MV2 MV3 esetéről van szó, akkor be lehet engem jelölni Steamen, név Necrocrim, meg fogjátok találni, addig senkit nem fogok visszajelölni, ezt most mondom, tehát aki előbb jelöl be, akármilyen indokkal is, nem fogom visszajelölni, szóval még egyszer megismétlem az adatokat. Szeptember 1-e egy vasárnapi napra esik, ugye suli még nem lesz, úgyhogy mindenki, remélhetőleg mindenki jelen tud lenni, aki szeretne. Választhattok, hogy mely játékokat szeretnétek, COD 4, MV2, MV3, Black Ops és Black Ops 2, úgyhogy 5 napotok van erre szavazni, Facebookon, illetve YouTube-on üzenetben tudtok szavazni. Ha netán ugye a Steam-es Call of Duty-k nyernének, akkor az 5. nap után be lehet engem jelölni, vissza fogok jelölni mindenkit, de arra számítsatok, hogy amint véget ért ez a Necrocrim nap, mindenkit fogok törölni, mert sokan lesztek, és egyrészt ugye időm sem lesz mindjárt mindenkit megtartani, mindenkivel foglalkozni, mert ahogy ismerem a szokásokat, sokan rám írtok különböző dolgokkal, azért nincs időm mindenkire sajnos, úgyhogy akik fölvettek ismerősnek abban a elkövetkező napokban, azokat törölni fogom majd. Szóval remélem izgalommal várjátok, én is izgalommal várom, ott fogom hagyni a TS3 IP címet, hogy tudjatok majd csatlakozni és megbeszélni a dolgokat. Nos, azt hiszem nagyjából ennyi lenne a mondani való, szeptember 1-e vasárnapi nap, úgyhogy tudom, hogy csak rövid idő áll rendelkezésre, hogy eldöntsétek-e, hogy szeretnétek-e vagy sem, de biztos vagyok benne, hogy lesznek akik a részt fognak venni a buliban. TS3 IP cím ott lesz, 5 napotok van szavazni, hogy mely Call of Duty-t szeretnétek, COD 4, MV3, MV2, Black Ops és Black Ops 2, úgyhogy már is indulhat a szavazás gyakorlatilag, és ha összeszámoltam, hogy melyik játék győzött, akkor azzal fogunk játszani.
azt már előre kérem azért, hogy bár a múltkor ezzel nem volt igazából gond, mindenki nagyon rendes volt és átadta a helyét azoknak, akik még szerettek volna játszani, úgyhogy pályarotációval nem volt gond, és szeretném, hogyha ez most is fönnállna, úgyhogy várom, tényleg mindenkit várok szeretettel, remélem jó nap lesz, a múltkori nagyon jó sikerült, természetesen lesz belőle egy közös videó, és ki tudja, lehet, hogy még valami live streamet is tudunk csinálni, de ezt nem garantálom, mert azt hiszem jelenleg az internetsebességem feltöltése nem elég gyors ahhoz, hogy a live streamet támogassa, de majd meglátjuk, hogy mit tudunk csinálni ez ügyben, és akkor kiderül, de azért nem lenne rossz, ugyebár egy live streamet nyomatni ebből, de mindenképp lesz egy videó, talán lesz egy élő kommentáros is, hogyha nem tudunk egy live streamet nyomatni ebből az egészből. Nos, még egyszer köszönöm a figyelmeteket, ne felejtsétek el, szeptember 1-e, TS3 IPC-m ott lesz, lehet szavazni, 5 napotok van rá, MV2, MV3, Black Ops 2, ki melyikkel szeretne játszani, COD 4 persze, ne maradjon ki, és az 5. nap után majd felrakok egy videót, hogy na most vagy lehet engem bejelölni, hogyha netán a Steam-es Call of Duty-k győznének ebben, akkor be fogtok jelölni, de majd amiután véget ér ez a Necroclim nap, mindenkit törölni fogok, remélem ezt azért megértitek. Nos, a következő információ csomagig, aki netán COD 4-re szavazza és COD 4 nyerne, akkor keressen rá a videóra, hogy kell feltelepíteni a COD 4-et, nem kell eredeti hozzá, azért is könnyebb a COD 4, mert mindenkinek elérhető, szóval nem kell videó hozzá, keresétek rá YouTube-on, hogy hogyan kell telepíteni a COD 4-et, van nekem is videóm, a következő videóig, sziasztok!